A vádirat szerint a büntetett előillető férfi és nő a szóban forgó időszakban élettársak voltak. Megegyeztek abban, hogy a kamionos pihenőhelyekre utaznak, ahol lopásokat követnek el. A módszerük az volt, hogy a férfi az élettársát autóval a pihenőhelyére szállította, majd a nő a kamionok fülkéjének ajtaját kinyitotta, és az alvó sofőrök értéktárgyait és készpénzét ellopta. A vádlottak megegyeztek abban is, hogy ha a nő a kamionsofőröket ébren találja, akkor szexuális szolgáltatást ajánl fel nekik, közben ellopja a sofőrök értéktárgyait és készpénzét. A vádlottak ennek megfelelően 2018. februárja és 2020. májusa között összesen 23 pihenő kamionvezetőt fosztottak ki. A bűncselekményeket az ország több pontján, de jellemzően az M5-ös és M7-es autópályák közelében lévő pihenőhelyeken követték el. A vádlottak a legtöbb esetben készpénzt és mobiltelefonokat loptak, de többször elvitték a sértettek iratait is, egy esetben pedig egy tabletet zsákmányoltak. A legkisebb kárösszeg közel 3000 forint, míg a legnagyobb mintegy 250 ezer forint volt. A vádlottak a bűncselekményekkel összesen közel 2 millió forinttal gazdagodtak. A kár túlnyomó része nem térül meg, a sértettek csak egy része kérte a kár megtérítését. A vádlottak közül a nő letartóztatásban van, míg a férfi bűnügyi felügyelet alatt áll. A járási ügyészség a vádlottakat több rendbeli bűnszövetségben elkövetett kifosztás büntettével, lopás büntettével és vétségével vádolja. Az ügyészség végrehajtandó börtönt, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben, akiknek a bűnösségére a Kecskeméti Járásbíróság dönt majd.